Nemzeti ünnep Somogyban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek. Családi programok március 15-e jegyében kicsik és nagyok együtt ünnepelhettek. Hosszú hétvége, színes programok megyeszerte. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Felvonulással, koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek Kaposváron az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Közel 2000-en gyűltek össze a város főterén, hogy közös főhajtással tisztelegjenek, többek között Kossuth Lajos és Széchenyi István emléke előtt. Ünnepi beszédében Szita Károly kiemelte, a szabadságot ideig óráig elvehetik a magyaroktól és a kaposváriaktól, de soha nem foszthatják meg tőlük végleg azt. Sokszor valál már veszendő életedben, ó szegény hazám. Tatár, török és német gyilkolt, s haldoklál fényes rabigám. Mi lesz sorsod a jövőben? Ki tudja azt? Sötét titok. De most, ha rád tekintek, csak sírok és csak sírhatok. Gyulai Pál Hazám című versét a Riprónai Művészeti Kar első éves színművész hallgatói tolmácsolásában hallgathatta a közönség. Kaposváron ezzel kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra való emlékezés. A tömeg először Gróf Széchenyi István szobránál koszorúzott, majd a Petőfi téren helyezték el koszorúikat a résztvevők. A tömeget huszárruhás hagyományőrző csoport és a Kaposvár helyőrségi zenekar kísérte egészen a Kossuth térig. Szabadon száll a dalod, arra visz a kicsi szárnyad, ahová csak akarod. Hogyha kél a nap az égen, szétterül a földeken. Közel 2000-en gyűltek össze Kaposvár központjában, hogy együtt emlékezzenek meg a forradalom hőseiről. Én nekem ez a városom, és én úgy gondoltam, hogy én nekem ez kötelességem, hogy itt legyek. Az 1848-49-es forradalom hőseinek köszönhetjük a mai hazánkat, vallják a résztvevők. Ugye a fiatalok, akik hát értünk haltak meg, hát azokat kell így ilyen becsbe tartani, hogy ilyenkor itt legyünk. A Kossuth téren Szita Károly polgármester arról beszélt, 1848-ban birodalmak útjában állt hazánk, és Magyarország mindig megküzdött a szabadságáért. Hányatott sorsú a magyar szabadság? Sosem adták ingyen, de még csak könnyen sem. Sok-sok nemzedéknek kellett megküzdenie érte, vért életet adni, ha úgy kívánta a gondviselés. Szinte alig volt a magyar történelem több mint 30 emberöltőnyi nemzedékéből néhány, amelynek nem volt dolga a harccal, a küzdelemmel, akinek ne kellett volna okosan, bölcsen, de bátran és elszántan védelemre kelnie hazánknak. Szita Károly hozzátette, a harcból Kaposvár is kivette a részét. A kaposváriak diszkivilágítással és rokonszem tüntetéssel tették le a voksot a szabadságot kivívni hivatott forradalom mellett. És ahogyan a krónikás írja, nem is sejtették a somogyiak, hogy március 15 megünneplésére 27 évet kell majd várniuk. Kivárták azt is, miként kivárták 56-ot és 89-et is. Szita Károly hozzátette, a szabadságot ideig óráig elvehetik a magyaroktól és a kaposváriaktól, de soha nem foszthatják meg tőlük végleg azt. Tabon is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A Somogyi Kisváros központjában tartott ünnepség zászlófelvonással kezdődött. Március 15-e arra is emlékeztet minket, hogy csak úgy, mint 170 évvel ezelőtti honfitársainknak, nekünk is egy erősen átalakuló, változó Európában kell megtalálnunk a helyes utat. Erről beszélt Vicman Mihály Tabon. A kormánypárti országgyűlési képviselő kiemelte, ma is meg kell küzdenünk Magyarországért, a magyar szabadságért és függetlenségért. 17 évtizeddel ezelőtt a 48-as hősöknek ágyukkal, puskákkal és kardokkal kellett megvívniuk a harcot Magyarország szabadsága, függetlensége és nemzeti szuverenitásának biztosítása érdekében. Ma is egy kicsit hasonló a helyzet, szerencsére nekünk már nem fegyverekkel kell küzdenünk, hanem a demokrácia adta lehetőségekkel. Gondolok itt az április 8-ai országgyűlési választásra, hiszen tulajdonképpen a demokratikus választáson, demokratikus döntéssel kijelölhetjük azt az utat, hogy Magyarország milyen irányba menjen tovább.
hogy bevándorló országgá váljunk-e, vagy hogy megőrizzük Magyarországot Magyarországnak. Az április 8-ai választásoknak a tétje azt hiszem az lesz, hogy az elmúlt években elért eredményeinket, az adócsökkentéseket, béremeléseket, család és otthon teremtési támogatásokat, akár itt a mi térségünkben, akár itt Tabon és térségében megvalósult fejlesztéseket is, és mindannyiunk biztonságát, gyermekeink jövőjét biztosítani tudjuk-e. 1848 hőseinek 170 évvel ezelőtti nemes cselekedetei azt gondolom, hogy arra intenek minket, hogyha ők küzdöttek, nem is akárhogyan a magyar szabadságért és az ország szuverenitásáért, akár az életük árán is, akkor nekünk demokrácia adta lehetőségünkkel mindenféleképpen élnünk kell. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. és Görgei Artúr születésének 200. évfordulóját ünnepelték ma Siófokon a Kálmán Imre Kulturális Központ előtti téren. A város polgármestere ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, ahhoz, hogy a 48-as események elinduljanak, elég volt néhány érre álló és érces hangú fiatal, majd elég volt egy egyre dagadó tömeg, és elég volt néhány szívbemarkoló mondat. A beszédet követően a Balaton Néptánc Együttes műsorát láthatták az ünneplők, majd átvonultak a március 15-e parkba, ahol Vicman Mihály országgyűlési képviselő, a város vezetése, a pártok és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. A nemzeti ünnephez kapcsolódó színes kísérő rendezvények várták megyeszerte a családokat. A Szennai Skanzenben Kossuth kiflit készítettek, hamarosan mutatjuk a részleteket. A huszárok hősiessége egybefort az 1848-49-es forradalom és szabadságharccal. A harcokból Somogy szülötte Kozma Ferenc huszárkapitány is kivette a részét, bár ő hírnevet a kiegyezés után szerzett magának, mint neves lótenyésztő. Neki köszönhető a magyar ménes birtokok fellendítése, valamint az angol telivérek meghonosítása hazánkban, hangzott el az Örökség Egyesület szervezésében rendezett kaposvári előadásom. A magyar történelemben 22 híres huszár bandériumot jegyeznek, de Miska huszár egyikre sem hasonlít, hiszen az összes magyar huszárt jelképezi. A monumentális 12,5 méter magas, 70 tonnás alkotást Rohonczi István szobrászművész tervezte, magánkezdeményezésre és magántőkéből valósult meg. Erről is beszélt a kivitelezést végző cég ügyvezetője a Vármegyeházán tartott programon. Ez egy ilyen egyesített, vagy egységesített jelkép lenne. Mindenkor ugye a hazának a hősies katonájáról, aki dicsőséges csatában győzött, ugye az első nagy győzelmük itt volt Pákozdon, és annak a tiszteletére szeptember 29-én gyakorlatilag felavatásra került ez a szobor. A Somogyi Vármegyeházán rendszeresen adnak helyet olyan programoknak, amelyek hagyományainkra, elődeink cselekedeteire hívják fel a figyelmet. A megyei önkormányzat vállalta büszkén, hogy a régi hagyományokat nem csak megőrzi, hanem továbbadja az utókor számára is. Ugyanis elsődleges fontossága az, hogy a volt somogyiakról is a nagy cselekményeket, nagy tetteket véghez vitt emberekre megemlékezzünk. Ilyen volt Kozma Ferenc, somogyi származású 1848-as huszárkapitány is, aki nem csak katona volt, hanem a legmagasabb szinten értett a lovakhoz. Ennek köszönhette nemzetközi hírnevét is. Kozma Ferenc nem csak egy kiváló lovas szakember volt, hanem egy példamutató magyar ember, aki abban az időben, egyrészt a reformkorban volt fiatal, és a szabadságharc után tudta igazán kibontakoztatni, pontosabban a kiegyezés után azt a kivételes tehetségét, ami ez persze egy nagyon komoly elkötelezettség is kellett, ami aztán olyan szintre emelte a magyar lótenyésztést, amiről ma is csak álmodunk. Neki köszönhetően meghonosodtak hazánkban az angol telivérek, amelyek számos sikert hoztak, köztük a legismertebb Kincsem. Kozma Ferenc munkássága a kiegyezés után vált ismerté, mint lótenyésztő. Az ő munkájának eredménye volt a magyar ménes birtokok fellendítése is. Harmadik alkalommal rendezték meg Ádánt Siójút Balaton-Szabadi útvonalon március 15-én a Talpra Magyar Együttfutást, így tisztelegve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt. A váltófutást Ádánt és Balaton-Szabadi általános iskoláiba járó felső tagozatos gyerekeknek hirdették meg, amelyhez azonban bárki csatlakozhatott. A teljesítendő táv 6 kilométer volt, a jelentkezők maguk dönthették el, hogy csapatban vagy egyéniben futnak-e,
mint ahogy azt is, hogy váltóban vagy egyéniben teljesítik a távot. Az idén több mint 100-an vettek részt az eseményen. A cél Balatonszabadiban a Kossuth emlékszobor volt. Pártát, huszárcsákot készíthettek, magyar címert festhettek, és számos ügyességi fajátékot is kipróbálhattak a gyerekek és felnőttek a siófoki főtéren. A városi ünnepség kísérő rendezvényeként idén játszóházat és alkotóműhelyt is szerveztek március 15-e jegyében, Legyünk bátor, jó vitézek címmel. A családi program több száz érdeklődőt vonzott a siófoki központba. Hoppá! Ügyességüket bizonyították a gyerekek a fajátékoknál, de nem csak a legkisebbek, hanem a felnőttek is kipróbálták az eszközöket. Balázs kisfiával kartozott. Ki fog nyerni? Hát szerintem a Ricsi, kisfiam, mert ő az ügyesebb. Apa hagyja magát? Nem, hagyja, csak ugyan. Csak már ebben szerintem ügyesebbek a gyerekek. Balázsék családi programnak szánták a március 15-ét. A gyerekek szerettek volna, és mi is szerettünk volna egy közös programot csinálni velük együtt, a jó levegőn meg az ünnepséggel együtt. Az ügyességi, egyensúlyozós fajátékok mellett alkalmi tüzérnek is bárki beállhatott a kis ágyú mögé. Szörnyű dolog lenne, ha az ellenség kacagna, és azt mondaná, hogy biza, mi kipaprálunk a magyarokkal. Hát nem lehet, tüzérnek kell lenni. Védeni kell a hazát! Barnabást nem kellett sokáig győzködni, szívesen beállt tüzérnek, de a többi játékot is kipróbálta. Voltam azon a fa egyensúlyozón, építettem a fakockákból, meg ez az ágyus is. Melyik tetszett a legjobban? Nekem eddig a fakockák tetszettek a legjobban. Nem csak a fiúkra, hanem a lányokra is gondoltak a szervezők a program összeállításakor. A Görgei 200 emlékév és a Szabadságharc 170. évfordulója alkalmából egy nagyszabású és kedves családi nappal várjuk az ünneplő közönséget ide a főtérre. Kézműves foglalkozásokkal, huszárcsákó készítése, gyöngyös pártával várjuk a gyermekeket, és itt mögöttem látható kis ügyességi játékokat lehet kipróbálni. A lányokat inkább a kézműves programok vonzották, gipszbe öntött magyar címert festhettek, csákot készítettek, de legtöbben pártát alkottak. Ilyen ragadós gyöngyöket, meg ilyen szíveket tettem rá. Lesz még valami rajta, vagy most már készen lesz lassan? Teszek még valamit rá, ilyen gyöngyöket. Volt, aki a ragasztás helyett a varrást választotta. Lesz rajta egy levél, amit rávarok, és így középen egy szív, amit pirosan rávartam, és úgy varrom rá, hogy így meghúzom, a hurokra így átugom, és csak így picit meghúzom. A siófoki ünnepi játszóház és alkotóműhely kora estig várta a családokat a főtéren. Fából és kartonból lovacskát, fonalból pedig nemzeti színű kokárdát is készíthettek az érdeklődők Szennában. Emellett a híres Kossuth kiflit is megsüthették és megkóstolhatták. A helyi skanzenben immár hosszú évek hagyománya, hogy március 15-én színes programok keretében ünnepelnek a családok. Természetesen a szennai skanzen régi virágot idéző épületeivel is megismerkedhettek. A négy napos hosszú hétvégén pedig biztosan nem fognak unatkozni az ide látogatók, hiszen számos kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket. Úgy, mint az előtt, így van, belefér, így, és ezt meg tudjuk fogni, és megfogod, és visszahúzod. A fából, rafiából és kemény kartonlapból készített lovacska volt a legnépszerűbb a gyerekek körében. A kicsik és a szülők is nagy élvezettel készítették el a játékot. Egy irányba, akkor erre ügyesen itt megtekerjük. Az érdeklődők a nemzeti színű kokárdát is elkészíthették, mégpedig saját fonású fonalból. Igazi családi napot tartottak a szennai skanzenben, ahol már hosszú évekre nyúlnak vissza a március 15-éhez kapcsolódó programok. Immár hagyomány, hogy közösen elkészítik a Kossuth kiflit is a gyerekek. Marci és Iza az édesanyjával érkezett a somogyi faluba, hogy együtt töltsék a napot. A szülők szerint fontosak az ilyen pillanatok. Most vagyunk itt először, illetve hát ők most vannak itt először, mert azt gondoltam, hogy most jött el ez a kor, amikor már érdekes lehet nekik ez a kiállítás, meg nagyon szeretnek kézműveskedni. Emellett a gyerekek is játszva fejlődhetnek. A kézügyességük természetesen, és akkor ezáltal a kis tudatuk, meg az ügyességük. Sok család döntött úgy, hogy a nemzeti ünnep napján ellátogatnak a szennai skanzenbe. Ez a nagymama a kisunokájával, Nimroddal és a lányával érkezett a faluba. Szerettük volna kihozni egy kicsit a jó levegőre,
megmutatni neki ezt a régi világot. Az érdeklődők természetesen a Senna Iskanzen régi világot idéző épületeivel is megismerkedhettek, a családok pedig a 4 napos hosszú hétvégére is készülnek. Amennyire tudunk, unokázunk, kirándulgatunk, ha jó idő lesz a szabadba, ha nem, akkor meg ott bent játszunk. A 4 napos hosszú hétvégén pedig biztosan nem fognak unatkozni az ide látogatók, hiszen számos kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket. A Balatoni Hajózási ZRT 1 órás ünnepi sétahajózással várja vendégeit március 15-től 18-áig Siófokon és Balatonfüreden. A Tünde Nosztalgia hajó Siófok hajóállomás 7-es beszállóhelyéről indul mind a 4 napon 11 órakor, 12 óra 30 perckor, 14 órakor és 16 órakor. A Balatonfüredi hajóállomás 7-es beszállóhelyéről ugyanezekben az időpontokban a Csobánc Nosztalgia hajó fut ki utasaival. A sétahajók csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Nemzeti ünnep Somogyban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek. Családi programok március 15-e jegyében kicsik és nagyok együtt ünnepelhettek. Hosszú hétvége, színes programok megyeszerte. Híreinket megtalálják és elolvashatják honlapunkra a www.somogytv.hu oldalra kattintva. Esős idő vár ránk pénteken, hamarosan jövünk az időjárás jelentéssel.